Nos, nézzük elsőként a házi feladatunkat. A párhuzamos szelők, szelőszakaszok, illetve a szelők tételének megfordítását volt célszerű használni az egyes számításokhoz. Tehát, hogy én a táblázatot kitöltöttem, gyakorlatilag tényleg mindig valamelyik esetben valamelyik tételt kellett felírni. A párhuzamos szelők tétele az úgy nézett ki ebben az esetben, ugye bármelyik részét nézzük a táblázatnak, hogy A per B az egyenlő C per D-vel, ezt lehetett felhasználni. A szelők tételének megfordítása az úgy nézett ki, hogy A osztva A plusz B-vel, egyenlő C osztva C plusz D-vel, a szelőszakaszok tétele pedig E per F, egyenlő A osztva A plusz B-vel, vagy egyenlő C osztva C plusz D-vel. Tehát ezek közül valamelyiket kellett felhasználni, és akkor ez alapján tudod leellenőrizni, hogy éppen te esetleg hol számoltad el magadat. A mai órán gyakorló feladatokat fogunk megoldani ezekkel kapcsolatban, tehát a házi feladatod ellenőrzését követően kérlek, folytasd a videót. Hol, aminek a hosszabbik alapja 24 cm. Tudjuk, hogy az átlók 3 az 1-hez arányban osztják egymást. Ha a trapéz szárait meghosszabbítjuk, akkor egy olyan egyenlő szárú háromszöget kapunk, amelynek a szárai 15 cm hosszúak. A kérdés, hogy mekkorák a trapéz oldalai. Íme, itt a trapéz, és tudjuk, hogy a hosszabbik alap az 24 cm. Most pedig lássuk, hogyan hasznosíthatnánk azt az információt, hogy az átlók 3 az 1-hez arányban osztják egymást. Itt van például ez a két szög, a CAB szög az A csúcsnál, és a DCA szög a C csúcsnál, ezek a szögek egyenlők. Sőt, ezek a szögek is itt egyenlők. Vagyis ez azt jelenti, hogy itt látható két csodálatosan hasonló háromszög. Az egyik háromszög az ez, az ABM, a másik pedig ez, a CDM. Hogyha pedig ezek a háromszögek egymáshoz hasonlók, akkor szépen felírhatjuk a megfelelő oldalaik arányát. Vagyis az AB osztva CD-vel az ugyanannyi, mint a BM osztva DM-mel, és ez ugyanannyi, mint az AM osztva CM-mel. Itt az AB per CD az éppen a trapéz alapjainak az aránya, a BM per DM pedig nos az az, hogy az M pont az hogyan osztja az egyik átlót, tehát az derült ki, hogy egy trapézban az átlók M meccéspontja az mindig éppen az alapok arányában osztja a trapéz átlóit. Vagyis ez általánosan minden trapézra igaz, és hát akkor éppen erre is. Mivel pedig tudjuk, hogy az átlók osztás aránya ez, tehát 3 az 1-hez, így aztán ez az AB per CD, ez egyenlő 3 per 1, és az AB az 24, mert tehát ebből a CD-t azt elég hamar meg tudjuk mondani. Mindössze annyit kell tenni, hogy beszorzunk CD-vel, és aztán pedig elosztunk 3-mal, és az jön ki, hogy ez a CD, ez 8. Csodás. Most jön az, hogy a trapéz szárait meghosszabbítva egy egyenlő szárú háromszöget kapunk, ahol a szárak azok 15 cm-esek, vagyis az AE és a BE az 15 centi. Nem mivel pedig az ABE háromszög hasonló a DCE háromszöghöz, ezért megint jönnek a megfelelő oldalak arányai, vagyis az AB per CD az ugyanannyi, mint az AE per DE, és ez ugyanannyi, mint a BE per CE, de erre nem is lesz szükség, ugyanis tudjuk, hogy az AB az 24, a CD pedig 8, sőt, még azt is tudjuk, hogy az AE az 15.
Úgyhogy ebből a D-et viszonylag könnyen ki tudjuk számolni. Beszorzunk D-vel, elosztunk 3-mal, és az jön ki, hogy a D-e az 5, nekünk pedig az AD-re lenne szükség, ami úgy jön ki, hogy 15 mínusz 5. Vagyis az AD oldal hossza a jelek szerint egészen pontosan 10, és ugyanennyi a trapéz másik szára is, mert hogy a trapéz egy szimmetrikus trapéz, vagyis a BC az szintén 10. Csodás!